A mai nap folyamán fog másodfokon jogerős ítéletet hirdetni a fővárosi ítélőtábla a fényevőként elhíresült Agárdi család ügyében. A másfél éves Benjamin mindössze 4,5 kiló volt, mikor hosszas szenvedés után meghalt. A halála mögött sokak szerint a fényevés állhatott. A témából kifolyólag most Kis Béla terapeutával beszélgetünk, aki rendszeresen szervez fényevőtáborokat, valamint Galambos Lajost is üdvözöljük a stúdióban, aki ezt kipróbálta, ezt a fényevést. Jó reggelt! És korábban majdnem belehalt ebbe, legalábbis hát az újságban ez jelent meg. Jó reggelt mindkettejüknek! Jó reggelt kívánok! Ez eléggé ijesztően hangzik laikus szemmel, főleg az ismert ügy tudatában. Miből áll ez a fényevés egyébként, vagy egy ilyen tábor? Hogy képzeljük ezt el? Hát nagyon sokan félreértik ennek az egésznek a lényegét. Nagyon sokan úgy mennek bele ebbe a különben egy szent folyamat, úgy mennek bele különféle elképzelésekkel, hogy szeretnének lefogyni, vagy vannak olyan elképzeléseik, hogy valami olyan csoda történik velük, ami máskülönben nem tudna velük megtörténni. Ez egy spirituális megtisztulásról szól? Hát, ez egy nagyon összetett dolog. Itt arról van szó, hogy az ember nagyon sok függőségben van, és nagyon egyszerű folyamat ez különben. Egy olyan folyamaton megyünk keresztül, amikor is megtanuljuk azt a természetes folyamatot végbevinni a szervezetünkbe, ami adott nekünk. De azért látjuk, hogy milyen esetek történnek, ennek azért komoly veszélyei is vannak. Ezt tudatják azokkal, akik ezen... Természetesen mindenki saját felelősséggel jön oda, de most megkérdezném én, hogy veszélye van esetleg az autóvezetésnek is, a repülőutazásnak, vagy ne talán mondjuk vegyünk egy ilyen egyszerű esetet, a búvárkodás, hegymászás. Csak azok nem biztos, hogy spirituális megközelítésen alapulnak. Ugye itt a Dóri arra próbál rákérdezni, hogyha én nem tudom, hogy megy ennek a folyamata, de hogyha 4-5 napig nem eszik, nem iszik az ember, akkor abban nem hal bele? Nem. Nem. Abszolút nem. Sőt, nagyon jól érzik magukat az emberek, még 9 napot is lehet víz és élelem nélkül nagyon csodálatosan eltölteni. Azért nagyon sok orvos is részt vett ilyen folyamatokon. Van egy konkrét orvos, aki úgy jött oda, hogy ő majd segít nekünk a haldoklóknak, és ő is 9 napot megcsinált. Azért én néztem videókat, nem mindenki viseli ezt könnyen, tehát egy-ketten azért arról számolnak be, hogy 4 nap után muszáj volt, hogy igyanak egy pohár vizet, hánytak, rosszul voltak. Van bármilyen szakmai segítség ezekben a táborokban? Orvos, hogyha bármi probléma van, akkor... Majdnem minden táborban szokott lenni egy orvos, nem azért, mert felügyeletként jön, hanem mert ő saját maga is végez, akarja vinni ezt a folyamatot, és ők is meg vannak lepődve rajta, hogy az, amit a főiskolán tanítottak nekik, hogy 3-4 nap után, maximum 5 nap után dehidratáció miatt a belső szervünk felmondják a szolgálatot. Ez előfordulhat, mindennek megvan a veszélye. Nyilván, hogyha valaki nem olyan fizikai, testi, lelki állapotban érkezik, esetleg bizonyos dolgokat nem tud földolgozni, akkor előfordulhatnak bizonyos, de azért van ott a segítő, azért van ott a felügyelő, hogy ezeket a dolgokat időben észrevegye, és azt mondja, és hogy jó. És Benjamin esetében nem volt segítő sajnos, mert szegény megvetlak, de úgy érzed, hogy téged megvezettek? Hát én nem ismerem ezt a tábort, de én az egészet egy szélhámosságnak tartom ilyen szempontból. Engem valaki megkeresett, nyilván aki túlsúlyos, és mondjuk évtizedeken keresztül túlsúlyos, mint ahogy én voltam, nekem minden egy megoldást jelentett. Jelenthetett az is, hogy szinte 0 kalóriát viszek be, de valójában a szervezet így nem működik. Ezt már számos esetben bebizonyosodott. Nyilván ott voltak orvosok is, meg voltak nem orvosok is, és itt meghalt egy kisgyerek. Ebben az esetben azt gondolom a szülők felelőssége nagyon nagy. Az én esetemben én döntöttem hülyén, és én hallgattam valakire, aki engem bedumált. De mivel tudod mert meggyőzni? Le akartam fogyni, mert nekem fontos volt a megenésem. Azóta én lefogytam, de nem természetesen, nem ettől a módszertől. Vészesen remegett a kezem, tehát annyi minden előjött ebben az időszakomban. Én hiszek a természetes étrendkiegészítőkben, hiszek a normális étkezésben, és abban hiszek, hogy kevesebb is elég. De
engem, én ezt a dolgot szélhámosságnak és olyan dolognak tartom, visszaélnek azokkal az emberekkel, akik hisznek valamiben, akarnak valamiben hinni. És ahogy ő is mondta, a kollega, nem kollega, bocsánat, kisúr is mondta, hogy beteg emberek jönnek ide. Igen, és a betegeket lehet a legkönnyebben befolyásolni, hisz ők hisznek valamiben, hisznek a saját meggyógyulásukban. Én abban hittem, hogy elérem az ideális testsúlyomat, el is értem, de engem nagyon rossz egészségi állapotban hozott. Kivizsgáltak, nagyon rosszak voltak az értékeim. Én egy szélhámossal találkoztam. Béla, ön szokta alkalmazni a fényevészt, vagy csak ezzel kapcsolatban tart terápiákat? Én 2002 óta... Jól néz ki már olyan értelme, hogy egyáltalán nem sovány, tehát hogy feltételezem... Normális súlyban igen, van. Igen, igen, abszolút. Én 2002 óta rendszeresen, évente kétszer csinálom ezt a folyamatot. Mennyi ideig? Volt olyan, hogy 82 napig nem ettem. Tehát ez volt az én hát rekordom, de tovább is szerettem volna csinálni, csak tekintettel voltam a családomra és a környezetemre, mert ők viszont nagyon nehezen viselték el, hogy nem azt, hogy én most lefogytam volna, vagy én most haldokoltam volna, hanem csak egyszerűen azt a tényt, hogy vannak bizonyos szociális események, ugye, amikor egy névnap, egy születésnap, és akkor én ott ülök, mint egy szent, és nem eszek, nem iszok. Tehát ez már az én számomra is eléggé megterhelő volt, és azért úgy döntöttem, hogy akkor visszatérek az evéshez. Úgyhogy én normálisan étkezem, normálisan. És mit gondol a fiúnak a haláláról? Emberi tényező, felelősség kérdése az egész, tehát nyilvánvaló, hogyha én nem ismerem a búvárkodás szabályait, akkor nem megyek olyan mélyre, és nem jövök fel olyan gyorsan, hogy én nekem az egészségemet károsíthassa. Én azt gondolom, hogy erről még beszélni fogunk, mint hogy Lajcs is egyébként nagyon érdekesen reagált, legalábbis a tekintetével azokra, amik az imént elhangzottak, viszont az időnk az szokás szerint lejárt, pedig most kezdtünk bele, meg köszönjük szépen, hogy itt voltak. De várjuk vissza. Köszönjük.